Brassóit fogunk készíteni. Teszünk rá zsírt. Elég bőven. Így. És meggyújtjuk a gázlángot melegen. És itt van olyan másfél kilónyi a hús, disznó lapocka. Jól meg van mosva. Ezt ide tesszük. Ezt most már egy kicsit megkirítjuk, utána és majd másfél kiló húst, vagy krumplit fogunk megsütni hozzá. Most a burgonyához? Igen. Jó, a hasából volt is bekék. Hogy süljön, hogy alápirítsuk, aztán öntünk hozzá egy kis vizet. Zsírjára pirítjuk gyakorlatilag, mint a megsültnénk. Igen. Nincs kész még. Ezt mindjárt ide. Teszünk rá egy födőt, keressük a födőjét, és akkor hogy párolódjunk azt. Léjjebb tesszük. Teszünk bele egy kis sót, ráteszünk a borsot. Az ágat. Hol a bors? Már teszünk bele egy kis sót, de nem sózzuk el, mert akkor elrontjuk az egészet. Majd utólag, de most már tesszük rá a fokhagymát. Borsot. Mennyi bors volt körülbelül? Hát itt kell is kamarni.
őrgós, igaz? Igen. Mert utólag tudjuk sózni is. Na, idáig elérzik a borsnak az illata. Igen. Mm. Rátesszük a fődőt. Fölszeljük a hasáb krumpl, hasáboljuk a krumplit. Ilyenekre tettek, ilyenekre hasáboljuk. Most már ezt a krumplit majd ki fogjuk sütni, ki zsírba szereti, ki olajba. Majd ki fogjuk serpenyőbe sütni. Most már elkészült a brassói alap. Most már ezt levesszük és sütjük a krumplit. Még egy kicsit hagy. Kicsit összerottyom még. Föltesszük az olajat. Kész. Mennyi olaj lesz benne? Hát az a krumpli mennyiségét, hogy ellepje. Azt majd mindig lássuk, mert a kopótolni kell. Mert ez majd mindjárt jól meg. Fölforrósodik, beletesszük a krumplit. Aztán a konyharuhára kitesszük, becsöpögjön a víz közéről, a krumpliról. Így. És majd úgy tesszük besülni. Annyit, amennyit elfér a izébe. Most nem szabad mindjárt megforgatni, hanem hogy süljön. Azt mondja, egyik fele még sül, lássuk azt, jó forró legyen az olaj. Körülbelül ez egy adag bele fog férni. Na majd megnézzük, értesszük a többit is ki. Az egy csukra is hagyjuk, hogy süljön. Ellepje. Na, hogy süljön most már. Kisült az utolsó adag krumpli is. Kiszedjük. Így. Thank you.
megtesszük, hogy ne melegítjen. Nagyon finomra párolódott, sült és párolódott is, nagyon finom illata van. Így az összeset, és összekeverjük. Jut rá bőségesen hús. Mégis adta magát a sós fűszeres brassói hústól. Most már lehet fogyasztani. Jó étvágyat kívánunk, ha tetszik, lájkoljanak, jelöljenek meg bennünket, mondják el a véleményüket.